Braille fölugrik, nincs védekező, kéz előtte, Sugár is tehetetlen. 4-2-ről lett 4-4, villám gyorsan, Rábai, büntető, és egy sárga még hozzá valakinek. Frailének. És megint Kocsik jön a heteshez. Az imént simán verte Maru Sánchez-t, most is. Még jó, hogy láttuk. Kocsik két gólos, 5-4-re vezet a Ferencváros. Fraile. Azt mondta német András, még az első mérkőzést megelőzően Fraile és a beálló box kapcsolata kitűnő, kulcsfontosságú lehet, hogy a Ferencváros ezt meg tudja akadályozni. Sugár véd nagyot, Ortuño lövésénél, a labda viszont marad a spanyoloknál. Extázisban Sugár Tímea. Fraile. Turnout. Ez is megvan, ez is megvan. Csak most már a kipattanó is legyen a miénk. Úgy van. Turnhout lépdel vissza, újra két gól lehet a különbség, ha a Ferencváros gólt szerez. 2 perces kiállítás. Frailét küldik ki a bírók. Megnézhetjük, mi történt. Kovács Veronikával szemben a szabálytalanság. Itt Angel Sandoval, a spanyolok mestere, Rábai. Remekül játszik a fiatal játékos, a második gólja már. Eddig összesen 4-et lőtt a 4 BL meccsen, most alig 10 perc alatt ennek a felét termelte Rábai Edina. 11. perc és 6-4. Regi Fernández. Ne feledjük, emberelőnyben a Ferencváros, Diana Box. Ortuño. Turnhout, fölugrik, emberhátrányból szerez gólt a holland. 6-5-re jön fel az Alcaelda Prestigio. Box jól takarított előtte, csinálta a helyet a lövéshez Turnhoutnak. Ment a falban, Ukrakova volt szabálytalan. A spanyoloknak természetesen tetszik a döntés. És most nem is kapkodják el a játék folytatását, hiszen ezzel is peregnek a másodpercek az ember hátrányból, Fraile kiállításából. Turnhout lépett most ki a bal átlövő posztjára, Box. Ortuño, Turnhout, gyönyörű labdaszerzés, ez is 2 perc kell, hogy legyen az is. Ortuño a kiállított játékos. És hogy Angel Sandoval mit gondol az esetről, azt a mozdulataiból tökéletesen láthattuk. Utána nyúlt az induló barnának. Rábai! Nem győzöm dicsérni Rábai Edinát, aki már 3 gólos ezzel, és 7-5-re vezet a Ferencváros. Remekül használja ki Rábai ezeket a kínálkozó alkalmakat. Turnhoutra most árgus szemekkel vigyáz Kovács Veronika. Megint mi jöhetünk. Box jót mosolyog az ítéleten. 3 góllal meglóghat a Ferencváros. És ez nagyon fontos lenne lélektanilag itt a meccs első szakaszában. A szokásos cserék. Jön Pádár és jön Rábai Edina. Pádár, még egyel tovább, Navikova nem tudta bevinni. Viszont leforgatja a másik oldalra. Kirchner, Maru Sánchez. Megvolt az ígyszer a 8-5-höz. Kirchner kapja, szabad az út. Nincs gond. Fernández. Turnhout.
Fraile visszatért már a kiállítás után. Fraile, be a sűrűbe, Diana Box. Nagy gól. A második gólja a beállónak. Ott most nagyon sűrű volt, de így is meg tudta fogni a labdát. Ne feledjük, emberelőnyben játszunk. Rábai, rossz passz, és Pádár lábát éri a labda. Megint elpuskázott egy esélyt a Fradi. Pádár csalódottan csücsül le a padra. Fraile, Turnhout. Ortuño is visszajött. Kiegészült tehát a spanyol csapat. Morales, Fraile. Nagyszerű védekezés volt most a ferencvárosiak részéről. Sugár a felső lét segítségével Ortuño lövését hatástalanította. Kirchner újabb zicsert ront. Még mindig 7-6. És kár ezekért a kihagyott 100%-os helyzetekért. Remek labdát kapott Kirchner. Maru Sánchez útját állta a lövésnek. Turnhout. Ortuño-tól tovább, Fraile. Ortuño megint, nagyszerű bejátszás. A kapufáról most befelé pattan. Diana Box a gólok számát tekintve utolérte Rábai Edinát. A spanyolok meg a Fradit érték utol 7 gólnál. Kezdődhet tehát minden előről. Pedig volt lehetőség 3 gólos előnyre. 16. perc. Tóth Tímea. Pádár. Tóth viszi tovább és belövi. 2 gólos Tóth Tímea. Már most annyit szerzett, mint az első mérkőzés 60 perce alatt. Fraile. Ortuño. Továbbra is ő játszik a jobb átlövő szerepkörben. Juana Soitot valami miatt nem szerepelteti Angel Sandoval. Fraile és Sugar véd. A labda viszont ezek szerint az oldalvonalon ment ki. Marad a spanyoloknál. Turnhout. Box zárt volna neki, de Turnhout a másik irányba indult. Fraile. Bent van. Diana Boxot láttuk a közeli képen, de a gólt Fraile szerezte. Megint egál, 8-8. De ami fontos, még egy 3 gólos vereség is bőven belefér a pakliba. Pádár labdája volt rossz, szerencsére lefújták a bírók a szabálytalanságot. Maru Sánchez figyel. Pádár. Rábai tovább. Tóth Tímea, Pádár ismét. Turnhout megállította. Tóth. Maru Sánchez hárít. És most nincs sípszó, nincs szabálytalanság. Jöhetnek a spanyolok, és átvehetik a vezetést. Nem volt még előnyben a meccsen az Alcaelda Prestigio. Turnhout. Morales mozgott Fraile felé, de Fraile nem adta. Ortuño. Turnhout. Jó bejátszás. Box. Megint egy prima ejtés. A beállót egyelőre nem tudjuk tartani. Turnhout labdájának pedig szeme volt. Először a mérkőzésen vezetnek a spanyolok. 9-8 a házigazda együttes javára, 18. percig kellett várni rá. Mármint, hogy a spanyoloknál legyen az előny, Pádár labdáját Maru Sánchez kirúgja. Szerencsére a spanyolok megteszik azt a szívességet, hogy elindítják magukat, csúnya szóval élve. Kirchner, Tóth Tímea megverte Verdót, Kirchner, ez már bent van.
két zicser kimaradt, a harmadik nem. Kirchner első gólja, 9-9. Jön Sanchez, fölötte ejti át a labdát Kirchner. Turnhout, Fraile. Holland kapta ismét, Ortuño ugrik fel, szabadon lőhetett Isabel Ortuño. 10-9 a presztízió javára. Ez most hiba a védekezésben. Ha szabadon ugorhat fel a 9-esen Ortuño, az bizony számára majd, hogy nem zicser, ez pedig lépéshiba. Az első hullámvölgy a Ferencváros játékában, a 20. perchez közeledve. Verdú, támadó hiba, köszönjük szépen. Egyenlítési lehetőség, Mravikovától kerül tovább, Pádár. Mravikova, ismét Pádár, Rábai. Ukrakova érintésével megint Rábai. Belefújnak. Megadhatták volna. Pedig megint gyönyörűen vitte el Fraile mellett a labdát Rábai. Pádár. Tóth Tímea indul. A spanyolok nyilván szerettek volna támadó szabálytalanságot látni. Továbbra is a Fradi szövegetheti az akciókat. És miközben Tóth Tímea megkapja a labdát, mi egy lassítást látunk. Blokkolt lövés. Lőni kell megint. Méghozzá viszonylag gyorsan. Mravikova, Rábai, Pádár bele a blokkba. Rábaihoz pattan, és passzív játékért most már elveszik a bírók. Megjön a hazai drukkerek hangja, mert érzik, ez most fontos szakasza lehet a meccsnek. És hosszú ideje 9 gól a Ferencváros neve mellett. Ortuño, Turnhout. Box megfogja és belövi. Az 5. gólja alig 20 perc alatt Diana Boxnak. Nem tudjuk őt semlegesíteni. Időkérés, és a meccs alakulásából egyenesen következik, hogy Németh András kért időt. Mert sajnos ez a hullámvölgy a Ferencváros játékában egyelőre tartósnak bizonyul. Angel Sandoval magyaráz. A csapata az Alsa Elda Prestigio várja a labdát ott lent a jobb szélen, miközben mi a lassítást látjuk. Rábai, Tóth Tímea, gól! 23-19. 4 gólos Tóth Tímea ezzel. És teljes létszámban most már a csapatok. 23-19. Borotva élen táncol a Fradi. Miközben Fraile takarítgatja a labdát. Természetesen arra gondolok, hogy 3 gól, 4 gól, aztán 5 gól, most megint 4. Ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lesz a vége. És hát nem kicsi a tét. Mondanom sem kell. Turnhout. Ott hagyja Ortuñónak a labdát. Ortuño tovább. Megállítják a ferencvárosiak. Ők pedig szerették volna, hogyha ez egy 2 perces kiállítást ér. Tóth Timi valóban nem kímélte most Ortuñót. Miként Turnhoutot sem. Itt a szabálytalanság még egyszer, nehogy a holland tovább tudjon lépdelni mellette.
Fraile kapja a szabad dobás után, Sugár! Megint feljöhet a Ferencváros 3 gólra. Barna! Bravikova kapja a pattintott átadást, Tóth. Barna. Tóthnak zárnak, ez is bent van, 23-21. Tóth tíme a belelendült. Öt gólos Tóth tíme ezzel. És a hibák után... Aha, én csak szerettem volna, hogy 23-21 legyen. 23-20 a valós eredmény. Milyen jó lenne, hogyha a spanyol kollégák végig kint hagynák az eredményjelzőt. Nem bánná a riporter. Spanyol szabad dobás. Szóval azt akartam mondani, azok után, hogy Tóth Timi jó néhány szituációban rontott a második félidő első periódusában, most 2 gyors gólt szerzett. Turnhout, kiesik a labda a kezéből. Ferencvárosi szabad dobás, Tóth Timea, a Barna. Felzárkózhatunk 2 gólra, Tóth Timea. Bravikova. Rángatják a mezét, Bravikova ellövi, áll az óra. És ha jól láttam, akkor 2 percet mutatnak a bírók. Bravikovát ütközték le. Óriási lehetőség előtt a Ferencváros. Úgy van, Ortuño a kiállított játékos. Pádár tovább, Bravikova nem tudta bevinni. Rábai, Tóth Tímea, odaütnek neki egyet, eladott labda sajnos. Hisbert belövi, ember hátrányból, 24-20. Hát jó csere volt Sandra Hisbert, már a 4. gólját lövi. Pedig csak a 2. félidőben lépett pályára. Közben azt írják ki a spanyolok, hogy Fraile a kiállított játékos, édes mindegy. A lényeg az emberelőny, no meg az lenne a lényeg, hogy ezt az emberelőnyt sikerüljön kihasználni. Rábai, Tóth Tímea ugrik föl, 24-21. 6 gólos Tóth Tímea. Megjött az önbizalma, és ez most nagyon jó nekünk. A bűvös hármas, 24-21. Turnhout. És micsoda izgalmak lesznek az utolsó 10 percben. Turnhout ismét, ellövi, Sugár kirúgja. Kirchner, egy hosszú indítás, rossz. Turnhout lefülelte. Most nem becsülte meg a labdát a Fradi. Utólag persze könnyen okos az ember, mert hát mit mondunk, ha bejön Kirchner indítása. Turnhout, boxnak teszik be, természetesen lefújják. A kérdés csak az ítélet. 2 perces kiállítás. Barna esett rá Dián a boxra, és ha őt állítják ki, akkor ez a 3. 2 perce Barna Évának. Már pedig nagyon úgy fest, hogy őt állítják ki, így is van, villan a piros lap a bíró kezében. Barna már nem jöhet vissza a hajrára. Védekezésben fontos lánc szemét veszíti el a Ferencváros. Ó, a rendező pedig rendkívül udvarias. Barnának így nem kellett másznia, csak fellépdelnie a lépcsőn. Box. Fraile. 25-21. Fraile 7. gólja. Megint remekül csinálta neki a beálló a helyet. A ferencvárosi védők nem fértek hozzá a felugró átlövőhöz. És tart az ember hátrány. Mravikova.
Tóth Tímea, Rábai, Tóth Tímea újra, Maru Sanchez. Sajnos minden nem mehet be. És emlékezhetünk rá, ott a második félidő első 10 percében Mravíková is szerzett 2 gólt, Ukráková is szerzett 3-at. Azóta viszont elsősorban Tóth Tímeára épül a Ferencváros támadójátéka kisebb-nagyobb sikerrel. Óriási a teher a válogatott átlövőn. Nem mondanom sem kell. Kisbert bemegy Kirchner mellett. 26-21. Az 5. gólja Sandra Kisbertnek. És megint futhatunk az eredmény után. Azok után, hogy fel lehetett volna zárkózni. Emlékezhetünk az eladott labdára például. Rábai, Kamper, Mravíková egészen szokatlan pozícióban. Tóth Tímea, Verdú meglöki, Kamper fölugrik, Maru Sanchez véd. Most nem nekünk áll a parti. Pedig volt egy olyan pillanata a meccsnek, amikor akár fordulhatott is volna a kocka. Turnhout, Ortuño, Mravíková lépett ki a falból, kapufa, és a Milyenka labda. Ezt most megköszönhetjük a kapufának, no meg Diana Boxnak persze. Rábai át a másik oldalra, Ukráková két ember között. Marad a labda a Fradinál. És de jó lenne tudni, kedves spanyol kollégák, hogy vajon mennyi van hátra a meccsből. Mert most már ez sem mellékes. Kamper. Tóth Tímea Rábaitól kapta. Kamper ismét. Tóth Tímea elsőre csak ijesztget. Aztán lefújják támadó hibának. Fraile dőlt hátra. Látványosan. Kamper pedig gyorsan leiszkol a pályáról, nehogy őt is kiállítsák a játékvezetők. 26-21. Ortuño. Kisbert. Azért ne temessük még a reményeket, olyannyira ne, hogy most megkapjuk a labdát. Újabb rossz indítás. Ha nem látom, nem hiszem el. Turnhout. Ők pedig most szép lassan felhozzák majd. Eljátszadoznak a Fradi fala előtt. A második kapitális hiba. Fraile. Turnhout. Fraile fölugrik, 27-21. Az eddigi legnagyobb különbség. 8 gólos Susana Fraile. És milyen érdekes, a beálló Diana Box nem szerzett gólt a második félidőben. 27-21, az óra persze nem volt kint. Tóth Tímea. Pádár. Kocsik ismét bent támadásban. Diana Box állította meg szabálytalanul. Tóth. Kocsik. Blokkolják a lövését, a labda pedig a spanyoloké. Egy indítás a bal szélre. Sugár kirúgja! Morantez ittszerét hárítja Sugár Tímea. Alig, hanem időkérés. Sugár minden tőle telhetőt megtesz. Rábai nézett, szét lehet-e indítani. Nem csodálom, hogy most már nem merészelte elindítani a labdát. Tóth Tímea. Sanchez véd, Kirchneré a kipattanó. És miközben mi Tóth Tímeát látjuk közelről, Kirchner megszerzi a Ferencváros 22. gólját. Kirchner most másodszor volt eredményes a meccsen. Maru Sanchez fejét is súrolta a labda. 27-22,
És kedves nézők, nagyon szívesen mondanám, hogy mennyi van még vissza a meccsből, de sajnos nem tudom. Freiler, lökés a levegőben, 28-22. 9-nél jár Susanna Freile, és mind a 9-et akcióból szerezte. Ugye ő volt az, akit sikerült levédekezni az első mérkőzésen Budapesten. Ezt most nem mondhatjuk el. 6 gól. Szóval, ha Fradi az utolsó játéknapon a Lublin vendégeként pontot szerez, akkor is biztosan továbbjutó, miként akkor is, hogyha a Larvik idegenben, ebben a csarnokban legyőzi a Prestigio csapatát. Pintó rántotta a földre Pádár Margót. Közben lő egy gólt a Ferencváros, 28-23. Tóth Tímeát mutatják, úgyhogy alig, hanem ő a gólszerző. Íme a bizonyíték, a 7. gólja Tóth Tímeának. Hatalmas súlyt cipelt a vállán. A 7 gól mindenképpen dicséretes. Turnaut. Ortuño meggondolta magát és nem lőtt. Turnaut. Hisbert kapja a jobb szélen. Ortuño. Sugár oldalra tenyereli. Rábai hozza föl a labdát. Tóth Tímea. Uraková két ember között. Nem adják meg. Cserébe egy 7-es és egy 2 perces kiállítás. Lent volt a lába Urakovának. Ezért nem adták meg. 4 gól lehet a különbség, ha Kocsik bedobja a 7-est. És bedobja! 28-24! No de mennyi van hátra a meccsből? Megtáncoltatja Maru Sanchez. 5 gólos Kocsik Viktória. Megint követő emberfogás Frailével szemben. Ortuño! Köszönjük szépen, fél perc még a meccsből. És ha sikerülne labdát szerezni és gólt szerezni, akkor megvan. Nincs meg. 29-24. Ortuño. Ezzel eldőlt. Az 5. gólja Isabel Ortuñónak. Szabad az út előtte a kapuig. Be is varta. Kocsik. Freile megfogja. Pádár kezéből tovább csúszik a labda. Az utolsó másodpercek. Egymást ölelgetik a spanyolok a padnál. Kocsik. Maru Sanchez véd a bírók, közbesípolnak. Időn túli szabad dobás lesz alig, ha nem. Semmi nem múlik már rajta. Pádár bele a falba. 29-24, tehát a mérkőzés végeredménye, kedves nézők. Voltak lehetőségei a Ferencvárosnak, amikor akár szorosabbá is tehette volna a meccset, akár meg lehetett volna a hőnáított 3-as különbség. Így a döntés...